Thank you.
Jó estét kívánok az egész egybegyűlt sereglettel. Ha még nem volna elég vendégük, közelednek a betlehemesek. Dicsértessék a Jézus Krisztus, az magas egyekben, ki kegyelmeteket idehozta békességet. Tartson és marasszon benneteket csendességben, hogy örvendjünk mindnyájan az ő szent születésére. Mert mi nem azért jöttünk, hogy históriázzunk, vagy valami tréfás játékot indítsunk, hanem, hogy a Krisztusról egy példát mutassunk, hogy miként született, jászolba tétetett, jámbor pásztoroktól és a három királyoktól ajándékvitetett, minek Krisztus anyja igen örvendezett. Végezetül pedig látni fogjuk Heródes király haragját, szörnyűséges elkárhozását is. Pásztorok, angyalok, szép tanítást hozzatok. Az angyali üdvözlet csodálatos jelenete. Üdvözlöm és segítség, tenéked Mária, elhívek őtőben az Isten hatalma, te tőled születik világ megváltóra. Boldog vagy Istentől, boldog vagy Mária. Angyal szólott nékem, Isten üzenete szelítszű szívemet gerjeszti örömmel. Nem értem, mit beszélsz jegyesen, Mária, hisz ettőtelenül mátkám lettél valami. Ami velem történt, nem volt soha még. Boldognak mond engem minden nemzedék. Nagyot művelt rajtam hatalmas keze. Jóságában százszor szent az ő neve. Látom, viselős vagy. Elhagyni akarlak. Mégse félj elvenni, én erre bíztatlak. Születendő fiam vagyok, szent lélekül. Kit Jézusnak mondasz, imádva őt szent. Lucifer szolgái az ember ellen fenekednek. Hol vagy hát? Híve az nagy Lucifernek! Jelen vagyok. Mi tetszik te nékem? Kedves jó barátom itt! Nagy dolog vagyok! Lucifer veretett már főbe és agyon, mert
A mi szabadságunk egyre gátoltatik, az emberé pedig úgy bátorítatik. De azt megengedni teljes lehetetlen, hogy a pokornak gyomra maradjon üresen. Én is kicsi volt. Hát a pokornak tüze csak minket égessen. Tekerjes olyan, kicsi tehát itten. Hát, ha próbálhatunk egyet, vagy törik vagy romlik. Csábítsuk az embert! Úgy is elkározik! Csala finta eszed! Érne most valamit? A hölgyedet nem is a harcít a hegyik. A kevésség szálljon a bölcs embereknek. Az irigység lelke menjen a szentekre. A fösvénység legyen a dúsgazdagoké, a herrigék és a burgás a vénasszonyoké. A törvénytelenség, hát az legyen a, hatalmasoké. És minden húzavona a hivataloké. Bűnösságról, kiket kísérthetünk? Azzal próbálni mindeneket szabad, a paráznaság elől senki el nem szalad iszonyat. Ez hirtel pedig ebédre ülhetünk. Ja. Sokszámú vipperatívot megehetünk. Szényes fegyverekkel napfényre jöhetünk. Szállást keres a szent család. Szállást keres a szent család, de senki sincs ki helyed rád. Nincsen, aki befogadja. Ősti égnek, hiába keresem Betlehem utcáim, mert Kiki házának bezárt a kapuért. Szent Józsefnek itten szállás nem adatik, sehol a városban, be nem fogadtatik. Egészséged azzal! Nyisd meg ajtódat! Eresd be jó szándékú jó akaródat! Eredj hamar szolgál! Lásd meg! Sebességgel kizörget ajtómon! Ilyen bátor szívvel! Mit akarsz, barátom? Honnan jöttél? Ajtónkonyi bátorhoz zörgetni mertél? Augustus császár parancsolatjára jöttünk Názáretből a beiratásra. Hogyha befogadnál ezen éjszakára, bizony megfizetné az egeknek, uram. Szállás? Nálam bizony magad mostan nem kapsz. A város utcáit, hogyha meg is fagysz. Ó, elfordult itten a törvénynek tartása. Nem adatik szállás a szegény embernek szállása. Parancsolom szolgálnék egy sietséggel. Lássd el! Felséges királyom! Új emberre lehetem, kivel szemtől szemben szólhatok, dönteltem. De ha befogadjuk! Elvész a hatalom! Ezékes városból nem kibírunk. Honnan valók van? Hová igyekeztek? Augustus császár parancsolatjára jöttünk Betlehembe a beiratásra. Hogyha befogadnál ez az éjszakára minket, bizony megfizetni az egeknek, uram. Kedves atyám, fiam, szállást én nem adok, hanem egy helyet mégiscsak mutatom. A városok kívül vagyon egy kis sávó, oda szokott lenni a jövőlegény szállat. Hát szerelmes édesem, már mire jutottunk? Ez ékes városban házról-házon jártunk, de szállásbizony, sehol nem talált. Nem bánok szerelmem, menjünk hát el innen. Csak szálljunk be oda,
jámbor pásztorok hírül veszik Jézus születését. Még az öregapámnak se volt, hanem egy szép
Halott teje! Én a betépet hoztam. De hasznú volt a rút, tarisznám kiukat. Elveszítettem. Vagy talán magam is megettem, még ide értem. Hát én már most mit adjam? Köszönöm, pásztorok, szép ajándékot! Szent Filmozó, szép nagy óvodatot! Az Isten fizessen a pásztorokat! Köszönöm, pásztorok, mindhárman kinéktek! Kívánom, hogy a mennyben koronát nyerjetek, és a vészhetetlen örömben legyetek! Három szent megérkeztek, aranyjal érdemlek.
Én, mint Gáspár, azért jöttem, hogy az Isten fiát imádjam. Hoztam neki aranyat. Én, mint Mentér, azért jöttem, hogy Isten fiát imádjam. Hoztam neki aranyat, megcsörném. Én, mint Boldizsár, azért jöttem, hogy az Isten fiát imádjam. Hoztam neki aranyat. Törvén. És miért? Hogy miért énekelni? Nincs értelség Jézus Krisztus, virágnak ura! Itt mi nékünk váltságunkra szűrt Szűz Mária! Engedd, hogy hozzád mehessünk Szent Országodba! Mikor Ádám apán kertjéből kiessék, a Teremtő nékünk üdvözítőt ígért. Eztető játszára most megkérdésíték, Szerelmes Szent fiát, evilágot küldi. Oh, oh. Igazi hűfény áradat! Én, kegyes királyok! Hadd szóljak én egyet! Nem, ezennél vagyok. Nem ettem vad megyet. Szétjártam Erzsének minden szege lyukát. Légy se adja nekem senki, csak egy vacskát. Ám de meghallám Heródes haragját, az új király ellen feneti a kardját. Emberek, szeressetek, nyújtsatok egymásnak kezdet. Barátok, erről hát adjál bizonyságot. Ti kegyes királyok, menjetek más úton, de ne Heródes felé. Kire hinnék, hogy az angyal szava légyen. Király, mi hárma megyünk másos vére. Heródes éktelen haragja és rettenetes parancsa. Durumó! 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 Hát jó fajtás! Miért szomorkodom? Hát hallom, hogy keserves a kis panaszkodom. Krisztustól nyugosztan poklok birodalmat. Azon töröm a fejem, hogy miképpen halnak. Hát figyelj már! Hát Lucifer szavára, hát te is ragaszkodjál! Na hát, figyelj! Heródesre! Hát! Heródesre! Reakaszkodjál! Na! Van ott a fala is. A sárgát ígységgel. Az Heródes király végöltöm méreggel. Rúd sejtelen folytja szívem békességét. Érzem bensőmnek nagy szorongatását. Haragvó búbának lelkem háborgatja. Nagy égi háború szívem folytogatja. Felséges királyom! Hív szolgálatjára! Mindig felállok parancsolatjára. Hát, reggel óta mellekomboroltál. Én nékem még ma nem is udvaroltál. Felségedet kérem, ne leheszteljen! Spionkodni voltam különféle helyen. Az egész ország felbojdult. Azt mondják, született egy király. Fennhangon kiáltják. Félek. Koronádat kezedből kilopják. Nagy szeget ütöttek ezen szó fejem. Félek. Ő fog ülni királyi székemben? Havarsággal jövendő mondomat! Ki kívánta mindig szerencsés voltomat, egész életemben jó akarómat. Hívasd elő mindjárt! Rendelje sorsomat! Mit tudsz te? Egy csoda gyermekről. Ki született egy szűznek méhéből. Én azt mondom erre, hogy uraknak ura, részen ez a gyermek királyok királya. Föld hatalmasságit mind felül haladja. Az ő országunkat erősen megrontja. Egy szóval olyan embernek akaratja, hogy az egész népet magának fordítja. Csodálatos dolgot mondottál én nékem. Megmozdult egész testemben a vére.
Jós lettom csak ennyi. Vedd ezt kontrollóra. A többi a te gondod, hogy mit hoz az óra. Elmas asszonynak jól forog a malmat. Már felőled igen rossz hírt mondom. Ha így van én vagy nem, száradnak inaim, tagjaim reszketnek, vacognak fogaim. Kezembe eszerek. Erőszeg kívánok. Meg kell halni nékünk. Én azt profétálom. Akármi, akárhogy, meg kell annak lenni. Élőknek könyvéből kell őt kitörölni. Hallod-e? A szolga, eredj a várdára, a százados hívd el, két vagy három szóra. Fogam csikorgatom és hajakom rágom, én nagy zsűrségemben. Csontosom a mellem, hajamat is népem, veszett kirítségemben. Én szolgálatjára, eljöttem uramnak. Kik fog parancsolni kisebb szolgájának? Betlen városában egy gyermek születik. Én nagy rossz akarom, de tőlem elrejtezik. Nem tehetek más. Mind megölettessék! Holnapra életbe eset aláltassék! Felséged most nékem tréfákat csütöget? Vagy tár rosszul hallom, s a fülem süket? Addig nyomozzatok, addig kutassatok, míg minden gyermeket kezetekbe kaptok. S a kézbe kaptát, a többit tudjátok. Herodes vérengzése és szörnyűséget elkárhozása. Ujjaj nékem, tajárha anyának, markába kerülünk gyilkos kapnának. Mi már éjjel-nappal vetteg az én szívem, ujjaj, hová mentsem felelmes tőletlen. Szörnyű képen bántak, olyan utcavérrel. Keserves szülét látsák ezt szemükkel. Segíts meg Istenem, küld el angyalidat, hogy mentsem meg szerelmes fiadat. Szajdalmas a nap, hajdan sokat szemben, de most nem bántódik, te édes gyermekem. Oltalmadat az útóság bejegzi, ilyen szóval Isten, mit ijeszt üzeni. A gyermeket József, mint hát egy ikonba, ellenségétől, hogy megszabaduljon magra. Mit keresel be így, Zsoldo? Akar mondani, Herodes! Az Úr Jézus keresem, hogy imádjam. Hazudsz, kutya! Meg akarod ölni! Ráncs kardot! Nem rántok. Akkor rántok én! Vigyázz, Tibék, mert lelkedet elviszünk. Ezzel a haroggal véletettel kiveszünk. Mit tettem én, ó átkozott férfi? Gyermekeket mentem halomba öletni. Testemet, lelkemet pokolba vigyétek. Örökkön örökké, süssétek, főzzétek. Hogyha velünk jössz, soha fejed nem fáj. Pokolban nem keni hátadat az óhány. Ne félj, hiszen velünk már megbarátkoztál. Régen tudod te már, hogy elkárhoztál. Gyere ott a kihoz. Hová vittél? Egyre a pokolban. Dicsőség, dicsőség,
Krisztus Jézus született romlott istállóban. Született, stétetett a hideg jászolban, pásztorok és a három királyok angyalnak szavára jöttenek Krisztusnak látogatására. Köszönöm, hálálom, kikit hallgattátok, hogy alacsony munkánkat meg nem utáltátok. A kis Jézus áldása szálljon ti reátok, semmiféle átok ne férjen hozzátok. Templomunk óráján 5 perc múlva éjfél. Előre pásztorok, ki farkastó nem fél. Thank you.
Jó, te voltál az operatőr. Aha. Gabi keresett téged, hé, Gabi megtalált? Nem. Live volt a Facebookon. Jaj, jó. Komolyan? Ez jó, tessék? Milyen jó lenne, ha? Megöregettünk. Igen, akkor nagyon fáradt. Ne lehet, siess! Nem bízom. Ne. Ó! Oh. Hát a dal már. Családi pályát. Családi pályát. Szóval lényeg az, hogy ő is megvizetett. Kell, hát tőzik. Kivizetett. Ja. Szerintem is akarok megtörni, hogy a arra? Igen, hol a Zsófi? Menj előre. Thank you.
tényleg voltál kutatni? Minden. Hát ez nem az a fajta. Csak a szakudás, és... Az elnök azt mondta, hogy mi vagyunk hozzá. Még nincs itt, tavaly ilyenkor már volt. Például elindult a szár kategóriájában. Kicsit emeld meg a képet, légy szíves. Nem jó a képfigyelés. Légy szíves, köszönöm. Mert megint másra figyelsz. Ugye az interjú alany elterjedni a figyelmet. Az interjú alatt. Használtad a 250 forintos eszközt? Élőben vagy a képfigyelés. Nem jól Hello.
arca. Barna! Frigi, láttalak! Titokban láttam! Nézd csak a kérdésre. Nem, 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 nem,